Jó napot, jó napot, mindenkinek kellemes hétvégét. Vagy, illetve, illetve hétfőt, mert volt ez húsvét hétfőkor fog fel, felmenni ez a videó. Hát azt hiszem, hogy nem is kell sokat gondolkodnunk azon, hogy milyen lépések fognak jönni itt az Egyesült Államokban. Képzeljétek el, hogy egy nőhöz kiment az FBI, mert felrakott valamit a Facebookjára. És a csaj levideózta, hogy kiment hozzá az FBI, és kiment két pal, és elkezdték kérdezni, és akkor mondta, hogy hát ez szabad ország, itt van, van azért szabadság hogy miért probléma, hogy én ezt megeszkítettem a Facebookomra. És elkezdték mondani, hogy hát ők az FBI-tól vannak, és ők akarnak egy pár szót váltani vele. Ez a nőházának az ajtajánál volt. Majd a nő azt mondja neki, hogy ő nem akar erről beszélni, ő azt tesz ki a Facebookra, amit akar, a Facebook leveszi, ha akarja, ha akarja nem és azt mondja a Pali, hogy a Facebook küldte el nekik egy screenshottal, hogy kifényképezték, és nekik beszélgetni kéne a nővel erről a posztról, hogy jó lenne, hogyha itt azért a kérdések ráválszolnak. Azt a nő elkezdte kérdezősködni, hogy a nő elkezdett kérdezősködni a két Palinál, hogy mutassák már meg az igazolványukat, meg ilyeneket. Azt a Palik elkezdtek hátrálni, azt a végén elmentek. Na, szóval, FBI, vagy nem az FBI volt, azt soha nem fogjuk megtudni valószínűleg nem az FBI volt. Ki küldte őket ki? Hát ez nagyon érdekes, hogy ki ki embereket, és azt mondják, hogy az FBI-tól vannak, hogy esetleg megfélemlítsék az embereket. Itt láthatjuk a 2024-es választások előtt nagyon sok minden dolog még azért itt le fog, le fog ö, ö, forogni itt, a, izén, itt, a, itt, a, itt a, az életben, de menjünk tovább így a választásra kapcsolatban. Az Egyesült Államokban 20 millió, jó, hallát, jó halljátok, ö, 20 millió bevándorlót akarnak még beengedni. Még 20 millió. Tehát innentől kezdve 20 millió bevándorlót akarnak még beengedni. Na most elég sok államban elkezdték azt csinálni, hogy a bevándorlók azoknak joga legyen szavazni. Na az USA-ban nem egy nap a választás, így nagy valószínűsége van annak, hogy a bevándorlókat majd utaztatni fogják, hogy egyik helyen is választanak, meg a másik helyen is választanak. A választási szabályzatot meg akarják változtatni, hogyha még egyszer liberális vezetés lesz. Úgy akarják megváltoztatni a választási szabályzatot, hogy minél többen szavaznak egy elnökre, akkor az elnök lesz az elnök. Tehát akkor az az elnök lesz, akire többen szavaztak. Holott ez nagyon igazságtalan, mert ugye az Egyesült Államoknak a 13 eredeti államában, mert hogy tizen azért van annyi a, csík az amerikai zászlóban, mert ennyi eredeti állam van, abban az eredeti államban laknak annyian, mint az egész Egyesült Államokban együtt. Szóval ez nagyon nem fair dolog. Itt láthatjuk, hogy az üzemanyagár az el fog felfele indulni, mert még erről nagyon régen beszéltünk, de már jó párszor beszéltünk, hogy az Egyesült Államok az próbál az üzemanyagárával játszani. Ezért ezért nem állnak Ukrajnában most ki, ugyebár Zelenszki mögött annyira, hogy Oroszországban el tudjanak találni ilyen üzemanyagfilamitókat, mert akkor felmegy az üzemanyag ára, az meg választás előtt nagyon nem jó Joe Bidenéknak. Egyre több ember látja már azt, hogy hát megváltoztatja ugyebár azt, hogy, hogy kire szavazott. Egyre több ember az, aki Obamára szavazott, etc. etc. de most már nem, nem Obamára szavaznak. Jó, következő. Érdekes ez a baleset, ami ugyebár Baltimore-ban volt. Különben három, három híd baleset volt egy nap alatt, csak olyan véletlen. Nem tudjuk, hogy van-e összefüggés vagy nincs. De az a hajó, ami neki ment a hídnak, ott Baltimoreban, annak a hajó társaságnak a tulajdonosa, az egy politikában nagyon magas szintet betöltő, itt az Egyesült Államokban emberkének a, a lányának a tulajdonában van. Tehát egy nagyon magas szintű politikai ember, direkt nem mondom ki a nevét, annak a lányának a tulajdonjában van ez a hajós társaság, amelyik hajó neki ment a hídnak. A, híd kapit a, a, a hajó kapitánya az, az izé volt, az ukrán volt, és általában ezek a hajókat pálylotok szokták irányítani, sőt nem is a kapitány irányítja ki ugyebár a kikötőből, hanem fölküldenek egy ilyen idegenes kapitány, mert olyan nagy a hajó. Ráadásul vannak ilyen pilot hajók, akik segítenek, lehet, hogy nem úgy hívják őket, segítenek ugyebár irányítani a hajót, sőt, valamikor ki is húzzák a hajót. Nem tudom, hogy itt ez miért nem történt meg, ezt olyan emberre kellene áttárgyalni, aki kapitány is ért hozzá. Na most ez a hölgyike, aki ez a cég, amelyik hajó neki ment a hídnak, Baltimoreban is összeborult a hídna, ennek a, ez a hölgyike, ez a hajó baleset előtt egy vagy két nappal benne égett az elektromos autójában is meghalt. Ö, nem tudjuk, hogy miért van, de tehát ilyen fura, tehát ilyen fura összefüggések vannak. Jó, a következő dollár, amiről következő dollár, következő dolog, amiről érdemes beszélni, itt a mentsük meg a földet emberek, akik bemennek és megpróbálják a, a, a nagy okos agyukkal elmondani, hogy hány százalék van ugyebár a levegőben széndiokszid, meg hogy mit kell megváltoztatni, meg ilyesmi. Feltettek nekik azt hiszem, tíz darab egyértelmű, halálosan egyszerű kérdést. Széndioksziddal kapcsolatosan, elektromos autókkal kapcsolatosan, meg ilyesmi. Na, 17 embertől kérdezték meg ugyanezt a kérdést, kaptak egy papírt, írják rá a választ. Egyetlen egy ember nem találta el a válaszoknak az 5%-át. Ennyire voltak felkészülve. Jó, láthatjuk azt is, hogy most már a Joe Biden annyira gyenge kampányban is, annyira béna, hogy én, én még mindig azt mondom, hogy szerintem utolsó pillanatban cserélni fognak, hogy három volt miniszterelnök állt be mögé. egyik az Barack Obama, ez egyértelmű, hogy beáll mögé, a másik ugyebár, hát kívás Clinton, ugyebár, a harmadik pedig Bush. Na most láthatjuk, hogy ez a három elnök próbál azért itt össze, összehozni egy kis lóvét arra, hogy hát hogy legyen pénz ugyebár a választáson, mert az eu a választása nagyon sok pénz kell ugyebár a, a, propagandára előzőleg. Na most csináltak egy ilyen összejövetelt New Yorkban, azt hiszem New Yorkban volt. Joe Biden is elment, és ott volt ugyebár a, ott volt ugyebár Obama, ott volt ugye már Hillary Clinton, illetve nem, ott volt ugyebár a Clinton, meg ott volt ugyebár Joe Biden, és Mind egy olyan kép, ami mind a hárman rajta vannak, meg az illető, az nem tudom, azt hiszem 100 dollárba került, 250 dollár volt a belépő, na de mind kint, mind pedig bent nem, meg a tramposok voltak, akik ellen, ellenük ö, ö, csinálták a fesztivált, nem. Palesztin emberek voltak, akik ott voltak, és palesztin emberek voltak, akik fellázadtak kint, és ö, hát kicsikét a rendezvényt azért egy irányba, egy irányban irányították. A, 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 következő az az, hogy igen nagy probléma van az Egyesült Államokban az embereknek a inkamjával. Tehát uh, itt is nagyon nagy a, a, az infláció, itt is nagyon rosszul élnek az emberek, és ez már réges régen nem az amerikai dream. Tehát az emberek elvesztették itt a fonlat, tehát itt már tíz éve nem az amerikai dreamről beszélünk. Emberek 40-50 éves korukig azért dolgoznak, hogy kifizessék a diákhitelüket, szó szerint. Az emberek azok azért dolgoznak, hogy kaját tudjanak venni. Tehát nem hiszitek el, de szó szerint mondom, nem azokat az államokat, meg nem azokat a városokat kell megnézni, amik jaj, de megy, meg a nyaraló üvezeteket, nem ezeket kell megnézni. A rendes mindennapi embert elképesztően rosszul élnek az usások, és rájöttek arra, hogy elérte őket a politika. Innentől kezdve szó szerint csövesek az usások. Ráadásul mérgezve van a kaja. Csomó olyan ö, dolgot engednek itt a kajába belekeverni, amit... Ö, Magyarországon, vagy az Európai Unióban nem is engednek. Most nem azt mondom, hogy Magyarország milyen jó, hanem azt mondom, hogy usa milyen problémák vannak. Jó, egy vagy két szó itt Magyar Péterről, mert ez kicsit megrángatta az internetet. Én szerintem Magyar Péternek van 57 napja hátra én a politikai életben. Én 60-at mondtam, abból három nap eltelt, úgyhogy én még mindig tartom magam ehhez. <kül> Én nagyon örülök, hogy nagyon sok ember beállt mögé, tényleg jó, csináljátok, amit akartok, de az én véleményem az, hogy 57 nap múlva ő a politikai életből úgy el fog tűnni, hogy még lehet, hogy még a nevére se fogunk emlékezni, esetleg csak egy-egy kisebb cikkben. Moszkvai támadását Láthatjuk azt, hogy itt egy harmadik világháborút akarnak kirobbantani, ez egy provokáció. Az első nap erről beszéltünk, ezt már az első nap meg is mondtuk, hogy ez valószínűleg provokáció. Elképesztő mennyiségű katona van határnál, nátos katona, akik nem, tudják, mire vállalkoznak egyszerűen, halvány megáltalkodó gőzük nincs arra, hogy az oroszokkal ellen hogy kell harcolni, nincsenek kiképezve, azt se tudják, hogy melyik irányba mennek, sőt, nagyon sok amerikaiak ott van, ugyebár a lengyel-ukrán határnál most mutatja meg, hogy ezeknek a, a NATO katonának, hogy bizonyos fegyverekkel, hogy kell lőni. Nem tudják, hogy vicc, komolyan mondom. Ez, hogy az ISIS volt, srácok, ezt már átbeszéltük, az ISIS az mindig az, az akkor jön elő, amikor az Egyesült Államok ö, 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 választási éve előtt vagyunk, vagy választási évében vagyunk, 2015-2016, előtte meg ugyebár megint ott volt a 2012-es dolog. Az ISIS-nak egy nagy politikai ö, ö, értéke van azáltal, hogy félnek tőle. Tehát minden egyes ilyen dolgot magára fog vállalni, hogyha van ez elképesztő jó. Ö, dolog azoknak az országoknak, akik félelembe akarják tartani az embereket, és beszéltünk arról, hogy a hülye embert, elnézést a buta embert, elnézést bocsánat a tudatlan embert, meg a fillemből lev levő embert lehet nagyon jól irányítani. Na hát most pont ez megy. Ö, Macron ugyanezt csinálja, Macron ugye már nem lett még egyszer elnök, valószínűleg hogy a következő elnök jelöltnek azért egyengeti az útját. Meg hát ugye bár láthatjuk, hogy ez egy nagyon nagy figyelemelterelés volt, hogy az ISIS-ra rá próbálják rákenni, nem az ISIS volt, én 99%-ban azt mondom, teljesen más az ISIS-nak a, 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 az ilyen, ilyen fajta, ilyen, fajta, dolga. A másik meg az ISIS-t az Egyesült Államok pénzelte nagyon sok ideig. Tehát azt, hogy most az ISIS-hez magára vált, azért profiban is kitalálhatták volna ezt. Ez, nem, ez, ez, ez obamás volt, de a kivitelezés az ne, ne obamás volt, mert azért Obama az ennyire nem amatőr, ahogy ezek, ezek csinálták a izét, ezt a dolgot. Jó, oké. Okay. Következő. Ö, mi volt a következő? Ja, elmésztek, ez most eszembe jutott, elmésztek a Terminátor 2 című film, vagy Terminátor nem tudom hány című film, amikor jönnek, mennek a robotok, drónokról lövöldöznek. 95-ben volt a film, vagy nem tudom mikor volt. És nézzétek meg, hogy azt jósolta az a film, hogy 2029-ben játszódik az a film. Most van 2024. Tehát azt, azt jelenti, hogy a robotok majd, hú, majd fel fognak lázadni 2029-ben. Na hát a filmben van nagyon sok olyan dolog, ami igazából bejött, ez a drónozás bejött, mesterséges intelligencia bejött, csak milyen érdekes ezek a filmek 20 évvel, meg 30 évvel ezelőtt pontosan tudták, hogy miről van, uh, miről van szó. Afrikában, uh, Nigerben, Niger vagy ahogy mondjátok, kiderült, most derült ki, hogy uh, a franciák 100 millió dollárral 100 millió dollárt akartak adni, hogy uh, megbuktassák a, az ottani jelenlegi vezetést. Tehát tulajdonképpen el akarták, meg akarták venni a vezetést, hogy Nigerben más vezetés legyen. A jelenlegi vezetőknek akartak fizetni 100 milliós a dollárt, hogy azt csinálják, amit a franciák mondanak. Hát gondolom azért Macron volt a háttérben. Valószínű, hogy az ukrán-orosz háború, mert most már úgy tudom, hogy most már háborúnak hívják, az ukrán-orosz háború az oroszok győzelmével fog lezárulni. Vagy világháborúval. Ez a kettő lehetőség van az már elfogytak az emberek, láthatjuk, hogy már iskolásokat küldenek oda, szó szerint. Iskolásokat, akik az Instagramra töltik föl azokat a videókat, hogy ők mennek a háborúba. Tehát Hitler csinál talán ilyet még annak idején. A másik fele pedig az, hogy nem csak az, hogy elfogynak az emberek az rá, hanem az, hogy egyre jobban nyílik ki a, 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 az a, így mondom, hogy a, az olónak a lábai egyre jobban nyílnak szét, hogyha azt tekintjük, hogy ö, a háború által melyik ország tudott aklimatizálódni ahhoz, ami történik. És láthatjuk, hogy az oroszok elképesztően rendbe jöttek, elképesztően fel, felzárkoztak, elképesztően nagyot fejlődtek, és az ukránok képtelenek erre. Még külföldi fegyverekkel sem. Na most ezt mondom én. Én szerintem ez a háború addig fog tartani, amíg az Egyesült Államokban a választások ellen fognak jönni. Ezt már nagyon sokszor hangoztattam. Pont azért lesz ennek a háborúnak ö, ö, utána vége. Az há, választásokig biztos el fog húzódni. Az USA-s választásokig pont akkor azért lesz ö, ö, addig elhúzva, hogy az amerikai állampolgárok azok lássák, hogy az ő pénzük azért köddé vált, szó szerint. Donald Trump, ugyebár le lett víve a bon, bondja le lett víve 400 valahány millió dollárról 175 millió dollárra. Látjuk, hogy Donald Trump ellen levő ügyek azok egyre jobban esnek szét. Majd egy sajtótájékoztatón, amire ugyebár Joe Biden nem tud elmenni, mert ő azt se tudja, hogy melyik irányba van arccal, Donald Trumpot, amikor ment kifel a teremből, megkérdezték, hogy jó, jó, hogy 175 millió, de hogy fogja kifizetni bankiát, utalásra, vagy mi, azt megfordult, azt lazán ennyit mondott készpénz. Donald Trump 3,2 milliárd dollárt csinált közel pár nap alatt, irdatlan pénz, azzal, hogy a True Social médiáját felrakta a stock marketre, és az emberek elkezdték megvásárolni a részvényeket na, 3,2 milliárd dollárt. Úgyhogy ezt a 175 millió dollárt nem hiszem, hogy probléma lesz neki kifizetni úgy, hogy ezt a pénzt vissza is fogja kapni valószínűleg. Az angol királyi családban egyre több furcsaság történik, ugye, ami történt kéttel, aztán ugye, ami most történik charles Fur furcsa, dolog, dolog van a királyi családban, egyre több furcsa dolog lesz valószínűleg ezekkel az emberekkel kapcsolatosan, akik ilyen nagy királyi családból vagy híres emberek. Látjuk, hogy Daddy-vel is azért vannak problémák. Nem tudom, melyik elő, fog, melyik elő fog jönni ez a szexkereskedelem, vagy nem fog előjönni, de érdekes, ezzel is érdemes odafigyelni itt a világban. Létre akarnak hozni egy egy ilyen, hogy is mondják ezt magyarul, egy csoportot, aki Joe biden akarnak létrehozni, meg itt a választás előtt, akik azzal foglalkoznak, hogy valaki extrém politikai beállítottsággal rendelkezik. Gondolom nem az, aki az ő oldalukon extrém, jó, extrém hanem akik a Donald Trump oldalán, és fel lehet nyomni, lesz egy zöld szám, vagy, vagy hogy hívják, piros szám, vagy nem tudom, egy telefonszám, és akkor fel lehet nyomni bárkit, és akkor uh, kimennek hozzá, és akkor uh, megkérdezik, hogy mi van vele, is. Ő, hogyha, ők, hogyha extrém, meg valószínűleg úgy, úgy fogják beállítani az emberek, hogy ő, ő, akkor mega extrém, elvetik a fegyverét az embernek. Milyen érdekes, ugye? És még egy dolog visszatérve erre az elsüllyedt hajóra, illetve nem elsüllyedt, hanem ami neki ment a, a hídnak, de nem süllyedt el, hogy elég sok olyan ö, konténer van, ami ugye bár emberi egészségre elképesztően káros anyagot szállított, na azok beleszivárogtak állítólag, elég sok beleszivárgott ugye bár a folyóba. Na itt is azért megkérdezték már többen, hogy mondják meg, hogy mi, mi, lehet az, mi lehet az. Azt senki nem tudta még megmondani, vagy nem akarják. Ráadásul Joe Biden egyből kiállt, és ő fizeti az összes számlát. Az amerikai kormány fizeti az összes számlát. Nem a biztosító, nem a hajós társaság, nem a kikötő biztosítása, nem. Az Amerikai Egyesült Államok olyan furán néz ki, lehet, hogy Black Operation, ez is pénzkimosás politikai célra, mert ugyebár ne felejtsük el, a Black Lives Matter az politikai célra volt pénzkimosás, a Black Lives matter befolyt összeg, az a Blue, Blue, Gate alapítványhoz ment át, akik tulajdonképpen a demokratákat pénzelték. Na, úgyhogy nem tartom azért ez sem kizár dolognak. És akkor egy utolsó pár szó még, aztán megyek, mert kell mennem dolgozni iratkozz fel a csatornára, hogyha ezeket a híreket akarod tudni, akarod hallani. Pépáron is Revolution tudtok adakozni a csatornának, hogy életben maradjon. Úgyhogy közel 100-120 dollár az, amit össze gyűjtenünk havonta. Most múlt hónapban megvolt. Erre a hónapra is meg lesz, a következő hónapra pedig valószínűleg nagyon remélem, hogy addig össze fogjuk tudni adni. És az utolsó hír, amit még el akarok mondani, egy érdekesség, hogy az Egyesült Államokba bejövő ö, ö, határ, hat, határon átjövők, de igazából figyelj, hogy most be akarsz jönni az usa nem, nem úszítok senkit, csak elmondom, elmész Mexikóba és átjössz. Tehát tök egyszerűen senki nem fog szólni semmit, kezet fognak veled, felírják a nevedet, az izédet, azt elengednek. Szóval legalábbis ezt mondták, hogy ez történik ott. Szóval ez a több millió ember, aki bejött, elfoglalnak ilyen házakat, amiben nem laknak emberek. És most az amerikai kormány az akar olyan törvényt hozni, hogyha neked a házadba illegálisan beköltözik valaki, ott nem teheted be a lábadat, viszont őket meg nem teheted ki, amíg a bíróság azt nem mondja, hogy menjenek el. Most egyelőre a rendőrök, amikor kimennek ki, elzavarják az embereket, de beköltöznek embereknek a házába. Tehát azért ez eléggé, tehát elhagyot, el... szó szerint, mint Európában csinálták ugyebár a, a bevándorlók, ugyanazt csinálják itt az Egyesült Államokban is. Komolyan mondom, hogy ö, ezerszer más dolgokról kellene beszélünk ebben a, ebben a, században, ezekben az években, mint ilyen baromságoktól, ilyen baromságokkal. Jó, tehát láthatjuk, Obama, Clintonék és Hollywood és, és ugyebár a katasztrófák is véletlenül beálltak Joe Biden mögé. Most kérdés, hogy Joe Biden lesz még a legvégén, ugyebár kihozva annak, hogy menjen az elnök jelölti pozíció, de én még mindig azt mondom, hogy szerintem nem, bár ma meglátjuk, de, de egy az százszázalékosan egy biztos, mint amit elmondtam, hogy a 2024-es választásokig óriási dolog lesz még itt, és láthatjuk hogy az Európai Uniós választások előtt az Európai Uniós Parlament mindent megpróbál áttolni, mindent, ami lehetséges. Ki kell maradni a háborúból, srácok, ki kell maradni a háborúból, és nem szabad egyszerűen ebbe az irányba menni, mert nem állunk messze. Nem állunk messze egy világháborútól, és ez nem arról fog szólni, hogy az emberek mennek és puff puffozgatnak egymásra, fegyverekkel kelet Ukrajnában van, mert az területfoglaló háború, a másik, felé, másik háború pedig abszolút ö, ö, tönkretevési háború lenne, akkor pedig ö, majd lövöldöznek egymással rakétával, meg ö, mindenféle ilyesmivel. Mondom, nem valószínű, hogy be fog következni, nem valószínű, hogy be fog következni, de ebbe az irányba haladunk. Nagyon remélem, hogy ez az utolsó pillanat, az embereknek az agyáig el fog az jutni, hogy a politikusoknak, hogy ö, nem kéne ebbe az irányba menni. Bár mondjuk a lengyel politikus az most nem ebbe az irányba megy. Köszönöm a figyelmeteket! megpróbáltam mindent belezsúfolni zsú minél hamarabb, minden rövidebb időbe, és ö, szponzoráljátok a csatornát, hogyha tudjátok, de hála a jó, hogy most már az interneten egyre több olyan adó van, mint az enyém, és egyre többen bennek nyílik ki a szeme.